Köszöntöm a Trio TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2024. március 29-én pénteken 19 órakor. Mutatjuk a mai közéleti magazin tartalmát. Ismét lakott a városháza melletti gólyafészek Bükön, kicsit korábban jöttek a lakók. 1+2 óra tanácskozás, márciusi ülését tartotta a büki képviselőtestület. Virágvasárnapi zenés áhítat, a nagy hétre készültek a büki hívek. Húsvét a termáltéren, diákok festettek hatalmas tojásokat. Főszerepben Petőfi Sándor, vers és prózamondó találkozót tartottak Csepregen. Bővült a vasi értéktár, már 129 kincset számlál. Címlapon a márciusi nemzeti ünnep, megjelent az idei harmadik büki újság. Bükk Csepreg 0-1, a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 20. fordulójában. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Gólya hírrel kezdjük műsorunkat, hiszen a szokottnál körülbelül 10 nappal korábban, már március 18-án visszaérkezett a Széchenyi utcai fészkébe a büki gólya pár. Mutatunk néhány felvételt. Március 18-án még csak a pár egyik fele szemlézte a Széchenyi utcában hagyott fészket, utána néhány nappal követte már a párja. A két madár a fészek renoválásán dolgozott, amint visszatértek. Néhány napos megfigyeléseink alapján az étel beszerzéseik célja ezúttal is elsősorban a büki horgásztó. Tanúi lehettünk annak is, hogy mindössze 5 nappal a megérkezésük után már családalapításba fogott a gólyapár. Tavaly sikeres költés helyszíne volt a büki városháza melletti fészek, hiszen 3 gólyafiúkát neveltek a szülők az egyébként tiszta és takaros gólya otthonban, amely veszélyes műanyagoktól mentes lakhelyet biztosít a madaraknak. Lakott egyébként a Kossuth utcai gólyafészek is Bükön, ott is várható gólyaszaporulat idén. 15 napirendi pontot vitattak meg a büki képviselők a márciusi munkaterv szerinti ülésükön. Összefoglalót hoztunk nézőinknek, a következő percekben ezt láthatják és hallhatják. A márciusi, az idei harmadik munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés is az előző ülés óta eltelt időszak összefoglalójával kezdődött a városházán. Február 16-án a Nestlé Purina Büki állateledel gyártóló 8-as fejlesztésű ütem elindításának ünnepélyes bejelentésre került sor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A mintegy 55 milliárd forint összértékű és 130 új munkahelyet teremtő beruházást Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója, Ák Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta. Az önkormányzatot a jegyző, illetve a polgármester képviselte a rendezvényen. Február 21. a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsának ülése a Szombathelyi Városházán. A napirendek között szerepel többek között a társulási tanács 2023-ban végzett munkáról szóló beszámoló és a 2024. évi munkaterv, továbbá a társulás 2024. évi költségvetése. A Bükkváros önkormányzatát a polgármester képviselte az ülésen. Február 23-án Bükkváros önkormányzata képviselőtestületének rendkívüli ülésére került sor. A napirendek között szerepelt a rendezési terv módosítása, a Bükkfürdői Látogatóközpontban kialakítandó kávézó kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, a Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtár intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása, az önkormányzat és intézményei földgáz és villamosáram beszerzése, a TOK plusz 313-23 helyi humánfejlesztések pályázati felhívása, pályázat benyújtása, továbbá a VP671-121 kódszámú helyi külterületű közutak fejlesztése pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala. Február 28-án ismét rendkívüli ülésre került sor. A napirendek között szerepelt a tájékoztató a Bükkváros önkormányzata 4. negyedéves gazdálkodásáról és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023-as önkormányzati rendelet módosítása, a Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtár könyvtári intézményrész beszámolója és munkaterve, Bükkváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérelme a Rozika Emlékkupa megrendezéséhez, a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulás igénylése, Pereznyák Zoltán ingatlan felajánlása, sportpályán betonkerítés építése, pályázott büfék bérbeadására, befogadás önkormányzati bérlakásba és használt kioszkok beszerzése.
tárgykörben. Február 28-án a Répcementi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa ülésezett a Büki Városházán. Az ülésen a tájékoztatót hallhattunk a Répcementi Önkormányzati Társulás 2023. negyedéves gazdálkodásáról és a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023-as határozat módosítása. Továbbá a TOP plusz 313-23 helyi humán fejlesztések pályázati felhívása, pályázat benyújtása, amelyben együttműködő partner RÖT a Büki Önkormányzatnak. Március 15-én az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 176. évfordulójára szervezett városi ünnepség az 1848-49-es emlékműnél a Templomparkban. Az ünnepi beszédet Simon Réka evangélikus lelkész tartotta, ünnepi műsort adott a Sokszínpad Társulat és a Kekeri Keltike népdalcsoport, közreműködtek a Szombathelyi 11-es hagyományőrző egyesület huszárjai. A rendezvényt a Városi Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek koszorúzása zárta. Március 19-én képviselőtestületi ülésre került sor. Itt a Bükkfürdő Life Weekend 2024 megrendezése volt a téma, a Büki Birkózó Klub kérelme, illetve a horgásztó mellől földtörmelék elszállítása szerepelt a napirendi pontok között, illetve a mai napon, tehát március 25-én pedig a döntésünk, illetve a közbeszerzési eljárás értelmében a Büki Látogatóközpont kávézójára vonatkozó kivitelezési szerződést a vállalkozó, illetve jó magam is aláírtam, éppen az ülés előtt került erre sor. A munkaterv szerinti ülésen összesen 15 napirendi pont szerepelt. Több rendezvényeket érintő támogatásról határoztak a képviselők. A Rozika emléktornát a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatjuk, másik pedig a Horvát nap, amely ezúttal nem az átriumban, hanem a fürdői termáltéren kerül megrendezésre. Beadtak részletes költségvetés mindkét nemzetiségi önkormányzattal, és az önkormányzat támogatta a rendezvényt. A büfék üzemeltetésre vonatkozóan is egy új pályázati konstrukciót írtunk ki, amely a pálya, illetve a csarnokban található, illetve az átrium büfére vonatkozik, és ott is megjelenik a pályázati kiírás ennek fényében. A márciusi ülésen az intézményi térítési díjak is adtak témát. Szociális étkeztetésre 2149 forint ellátási napra, ennek kiszállítási díja 138 forint, házi segítségnyújtás 3147 forint gondozási óráért, idősek nappali ellátása 7196 forint ellátási napra vonatkozóan, az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása pedig 10199 forint ellátási napra. Ehhez az előterjesztéshez kapcsolódóan mind a két bizottság, amely megtárgyalta, fogalmazott meg javaslatot a térítési díjak vonatkozásában. Döntöttek a térítési díjak emeléséről, valamint a mintegy 8,8 milliárd forintos szennyvízberuházással kapcsolatban is született döntés. A szennyvíztisztító telep korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást le tudtuk zárni, és ez egy újabb lépés arra, hogy a 8 milliárd forintos beruházás sorozatot megvalósítsuk. Ennek keretében egy fontos beruházási állomás ennek az elindítása is. A térítési díjakról is beszéltünk, ott nettó 800 forintba állapítottuk meg az étkezés térítési díját, illetve a bentlakásos idős otthoni ellátás esetében 10%-os emelés javasoltunk, ami az infláció alatt van. A további döntések között szerepelt még a Csodaország óvoda szabályzatainak a felülvizsgálata, revideálása, illetve véleményezése, illetve önkormányzati bérlakások, szociális bérlakások bérbeadása. Zárt ülést is tartottak március 25-én a büki képviselők. Az éppen egy órás nyílt ülés után kétszer ilyen hosszan tanácskoztak a gyógyfürdővel kapcsolatos döntésről. Zenés áhítattal hangolódott a nagy hétre, a húsvétra a büki katolikus közösség. Az áhítatot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége büki csoportja szervezte.
Virágvasárnapi zenei áhítatra hívta a híveket a Büki Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Szent Kelemen plébánia templomba. A hangversenyen Németh Sándor orgonán és zongorán, Ser Lívia és Eredics Béla énekkel működött közre. A Büki Kész csoport szervezésében rendezett áhítat során ének zeneművek hangzottak el. Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini, Gabriel Fauré vagy Giovanni Battista Pergolesi zenei repertoárjából. A koncerttel a nagy heti ráhangolódást készítették elő a művészek. Városunk nagy büszkesége Eredics Béla, aki most Budapesten él, és ő, mint ennek a közösségből származó művész, ebbe az esztendőbe is fogadta szívesen a kérésünket, és két művész barátjával, Ser Líviával, illetve Németh Sándorral elérkezett ide hozzánk ebbe a közösségbe, hogy a nagy hetünk kezdetén egyfajta, mondjuk így zenei áhítattal segítsen ráhangolódni bennünket, keresztény híveket, az előttünk álló nagy ünnepi, lelket emelő ünnepi eseménysorozatra. Virágvasárnap a húsvét előtti nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. Virágvasárnap tulajdonképpen a nyitánya a nagy hétnek, ezzel el is kezdődik a legszentebb misztériumra, Jézus szenvedésé, halálára és feltámadására való ünneplésünk kezdete. És olyan, mintha tulajdonképpen a virágvasárnapnak a lényegében már átelmélkednénk így előre Jézusnak a szenvedése történetét, a passiót, ezért itt a Büki templomban gondolom, hogy a legtöbb templomban énekelve, másút felolvasva, de elhangzik Jézus szenvedés története, és ilyenkor erre irányul a figyelmünk. Ami virágvasárnap, ez kiegészül ugye a templomi szertartás a liturgiában, az asszisztenciának és a papnak a bevonulását megelőzően, ahogyan elterjedt a hagyomány ennek mifelénk, a barka szentelés, másút pálma szentelés, pálma ágak megáldása. Ez azokra az emberekre utal, akik Jeruzsálemben az oda megérkező, a fővárosba megérkező Jézust köszöntik újjongva. Ugyanakkor nagyon nagy a kontraszt, a feszültség, mert hogyan ezt sokszor így magunk elé képzeljük, néhány nap múlva talán ugyanebből a tömegből lesznek jó néhányan, akik Pilátus udvarán majd azt kiabálják, hogy keresztre vele, ugyanarra, itt még hozsannázott Jézusra kiáltják ők, hogy keresztre vele. Ez a kettősség fogalmazódik meg ebbe a virágvasárnapi liturgiába. A másik, amiről ugye szót ejthetünk talán, ez a nagyheti szertartásoknak a lényege, nagy csütörtökön az utolsó vacsora emlékére gyűlünk össze, amelyben érdekes módon az evangéliumban nem az eukarisztia alapítása nyeri el a legfontosabb helyet, hanem az alázatosságra való figyelem fölhívása Jézusnak, aki megmossa a tanítványainak a lábát. A mi számunkra mégis egyfajta hálaadás ez az oltári szentség, az eukarisztia iránt, hiszen a szentségben, az oltári szentségben nem szimbolikusan, hanem mi katolikusok valóságosan, fizikailag is köszöntjük a közénk érkező Istent, és ezért adunk hálát külön ennek a napnak, ennek a szentségnek szentelt napnak, nagy csütörtöknek az ünnepi liturgiájában. Ez kapcsolódik a virrasztásnak a jámbor hagyománya. Itt mi szent három napon Bükön a lamentációt is végezzük, imádkozzuk, ezt Jeremiás síralmait énekeljük. Egy újonnan felelevenített szokás ez, amely lelket emelő ugyancsak, és valahol nem a hangulat hajszalása, hanem a lelkületnek az élezgetése, ami ezekre a szent általunk ünnepelt szent misztériumok, Jézusnak a szenvedésére utalnak.
A nagy hét a 40 napos böjt utolsó hete, az újjászületésre koncentrál. A természet megújulása a test és a lélek megújulását is hozza. Nagy pénteken értelemszerűen ezt talán azok is tudják, akik nem keresztény módon hívők, vagy egyáltalán nem hívő emberek, Jézusnak a kereszthalálára emlékezik a keresztény világ, és így mi is csöndbe burkolózunk egy picit lelkileg, még akkor is, ha mi hisszük és valljuk, hogy Jézus ebből a halálból feltámadott, és számunkra is megnyitotta az örök élet kapuját, az örök élet lehetőségét. És a nagyszombat estéjén, ugye már a vigílián, pedig a felnőttek keresztelésével ünnepeljük valamikori mi keresztelésünket, keresztségünket, és ünnepeljük Krisztus Urunknak a föltámadását. Ezt szimbolizáló, kiegészítő, jelképes szertartások, a tűz és vízszentelés, mind-mind a fénylel a Krisztus által elhozott világ világosságára figyelünk, illetve a víz által mi is visszagondolunk a saját keresztségünkre, és hát ez a megáldott víznek a közreműködésével, ha szabad így fogalmazni, a felnőtt testvéreinket részesítjük a Szent Keresztségben, és hát az ünnepi szentmisébe bekapcsolódva adunk hálát Krisztusnak az ő megváltói művéért, és ennek az örömhírét adjuk tovább kifelé is, és ennek a megjelenés formája az úgynevezett feltámadási körmenet, amikor kivisszük az oltári szentséget, újongó, háladó, örömteli énekekkel mutatjuk meg azt, hogy mi ennek a Krisztusnak, a föltámadt üdvözítőnek a követei vagyunk ebben a sokszor úgy tűnik, hogy elpogányosodó világban. Sokan úgy gondolják, hogy a karácsony a legnagyobb keresztény ünnep. Ugye érzelmileg sokak számára gyerekkori emlékekkel erősebben kötődő a karácsony ünnepéhez, de ettől függetlenül az, aki valóságosan Krisztus követésébe szegődik, az már tudja, hogy karácsony önmagában nem értelmezhető húsvét nélkül. Ha Krisztus nem támad föl, ha nem szenved, ha nem ártatlanul, ha nem adja az életét a kereszten, értünk, ha nem támad föl a halálból, ami így együtt húsvét misztériuma, akkor enélkül értelmezhetetlen a születésnek a titka misztériuma. Talán, ha szabad így akkor rangsorolnunk kell, akkor természetes és magától értetődő, hogy húsvét fénye ragyogja be a keresztény embernek a szívét, a lelkületét, és ez sugárzik vissza a karácsonyra is, és hiszen mi már azt az üdvözítőt ünnepeljük karácsonykor, aki majd felnőve tanítja az embereket az Isten szeretetére, a helyes úton járásra, illetve aki csodatetteivel igazolja a saját Isten fiúságát és mutat rá az irgalmas Istenre, ugyanakkor arra a Krisztusra tekintünk már ott a betlehemi jászolnál is, aki majdan a Golgota csúcsára is eljut, és ott a kereszten értünk adja önmagát, majd pedig a föltámadásával koronázza meg az ő életművét, és tulajdonképpen ezzel, hogyan már említettem, nyitja meg az utat, a lehetőségét számunkra is az örök életre, az örök boldogságra. Három hatalmas tojás díszíti a termál teret ezen a húsvéton. A fából készült tojások egyediek, kifejezetten ide készültek, méghozzá felajánlásból. Hogy a fehérre alapozott felületekből színes alkotások legyenek, azért elsősorban a Felsőbüki Nagypál Általános Iskola alsósai feleltek. Klasszikus szín, vagyis piros és hagyományos vonalak, igazi hímes tojást festett Csonka Gici Ildikó, jóvoltából az idei húsvét és egyúttal a bükkfürdői termáltér egyik ünnepi éke készült el a napokban, és nem csak ő dolgozott tojásforma díszítésén a téren, hanem a Felsőbüki Nagypál Általános Iskola alsósainak is adott feladatot húsvéti tojás díszítése. Több mint egy órát szántak a munkára még a tavaszi tanítási szünet megkezdése előtt. Az elsősök voltak a legmagabiztosabbak, ők végeztek elsőként a munkával. Mi volt a feladat? Hát, hogy szép legyen. És festettetek már ilyen nagy tojást? Nem. És azt szeretétek volna, hogy minél színesebb legyen, vagy hogy képzeltétek? Úgy, hogy szivárványos volt, ilyen szép, ilyen igazi tavaszi volt, meg húsvétos. És olyan lett, amilyet terveztetek? Igen. Két tojást töltöttek meg színekkel a gyerekek, minden osztálynak egy dupla oldal jutott,
így osztották fel a feladatot, illetve a lehetőséget, hogy minél színesebb legyen a végeredmény. 4 évfolyamról jöttek gyerekek, minden évfolyamon egy-egy osztály, és egy-két osztály, és igazából pont jól jött ki, mert ugye így 8 osztály volt itt, és a tojásnak pont 8 oldala van, úgyhogy osztályonként dolgoztak egy-egy oldalon. Kaptak előzetesen instrukciót a gyerekek, vagy teljesen rájuk volt bízva? Teljesen rájuk volt bízva, annyit kértem tőlük itt az elején, ugye, hogy te is hallottad, hogy színes legyen. Elégedett vagy? Nagyon, szerintem nagyon ügyesek voltak, és tök jó kijött a fantáziájuk, úgyhogy szépek lettek szerintem. Volt csapat, amelyik komplex festményben gondolkodott, és felosztották maguk között a teendőket a feladatra delegált diákok. Hogy készültek azok a pöttyök? Ecsettel, ugye? Ecsettel, igen. Aha. És a fűben is. Igen. Te dolgoztál. Nagyon jó lett. Meg ezt szajzoltam, hogy ezt tett. A szárát is, igen. Meg a levelét is? Igen. Hát nagyon ügyes vagy. Ügyesek vagytok nagyon. Örömmel álltak a feladat elé az alsós gyerekek, a másodikosok is. Hogy készültetek a tojásfestésre? Hát mindenhogyan. Az mit jelent? Hát, hogy zsírkétával, meg úgy, hogy ugye visszajöttünk Tesivel, az Ancsival, és az volt ugye, hogy ki kellett pakolni a tornazsákból, és belehaktuk, amit előkészítünk. Aztán megláttátok, hogy mekkora felületet kell megfesteni, azt csak itt láttátok, ugye? Igen. És nehéz volt egy ekkora felületen dolgozni? Szó-szó. A virágokat egy virágot festettem, egy tojást, egy nyuszi fejet, és egy sárga hullámot. A Művelődési Központ és a Gyógyfürdők közösen ötletelt a húsvéti attrakción, ahhoz felajánlásként kapta a város, a fürdő, a termáltér, a tojásformákat. Szabad kézzel megrajzoltam, ezek forgácslapból készültek, utána pedig fehér festékkel lett kenve, előkészítve a lányzóknak, fiúknak a festegetéshez. Hogyan lett stabil? A két tojásformát egymásba ültettem tulajdonképpen, az egyik feléről és a másik feléről lett megvágva, és aztán ettől megnyerte a stabilitást. A gyerekek alkotásaival díszített tojások először, de feltehetően nem utoljára díszei a termáltérnek. Akik a fürdőre érkeznek, vagy csak erre járnak, láthatják a húsvéti hosszú hétvégén. Tart még a művelődési ház felújítása Csepregen, de természetesen a munkálatok nem szabnak gátat a kulturális és közművelődési programoknak. Így nem kellett nélkülözni a Petőfi vers és prózamondó találkozót. A János Vitéz részleteivel kapunk ízelítőt az idei népes és színvonalas programról. Az idő a közben haladott sietve, a patak habjai piros lett az este. Múlt volt Irusának a rossz mosolya, hol marad? Hol lehet hol sokára állni? A rossz vén mostoha elképp gondolkodott, követték ezek a szók a gondolatot. Petőfi Sándor János Vitéz című műve többszörösen szerepelt a repertoárban az idei csepregi Petőfi Sándor vers és prózamondó találkozón. Számon bánom, de már nem tehetek róla, Kukorica Jancsi e szavakat szólta. Gazdája meg ezt a feladatot adta, és megkapta bajszát, és egyet megölt rajta. Ne bolondozz, Jancsi, a tréfát nem értem, így jól van dolgod, föl ne gerjeznétem. Kisül, hogy korán sem tréfasága beszélt. Jancsi gazdájának majd elvett teszét. Jancsi gazdája bők, mint aki megbőszül. Vasvillát, vasvillát, hadd szóljam keresztül. Jaj, a zsivány, jaj, az akasztani való, hogy ássak mindkét szemét a holló. Ezért tartottalak, ezért etettelek. Soha se került ki a holhértő telek. Elpusztulj előlem, többé ne lássalak. Jancsi gazdájából így törtek a szavak. Felkapott hirtelen egy petrences sudat, petrences suddal Jancsi után szaladt. Kukorica Jancsi elfutott előle, de korán sem azért, mintha talán félne. Markos gyerek volt ő, 20 legényen hitet. Noha nem érte meg még 20-szor a telep. A szervezők 6 korcsoportba osztották a szavalókat, akik olyan sokan gyűltek össze, hogy párhuzamosan 2 helyszínen zajlott egyszerre az előadás. Nem csak a csepregi programon szerepelt gyerekek, fiatalok ismerik jól Petőfi Sándor munkásságát.
Petőfiről csak néhány gondolatot, hiszen ti ezt már úgyis tanultátok az iskolában, rövid élete alatt közel 1000 verset írt, és ebből 850 maradt fenn az utókor számára. És hogy nekünk is természetes, vagy nekünk legalábbis természetes, hogy az iskolában Petőfit tanulunk, de képzeljétek el, Japánban is tanulnak a diákok Petőfit. Tehát hogy az egész világon egy olyan nem ismert költő, akiről érdemes megemlékezni. Tavaly évben egész évben őt ünnepeltük, hiszen a születésének a 200. évfordulója volt, és ezért Petőfi év volt. Hiába zárult már a Petőfi emlékév, színvonalas programmal ünnepelte a névadó költőt a Csepregi Művelődési Központ az intézmény felújítása miatt a volt középső iskola épületében. Jancsi, lelkem, mi lett? Miért vagy egy halovány, mint az elfogyó hold hús őszi éjszakán? Eljéluskám, hogy lavolnék én halovány, mikor szép orcádat utolszor láttam tán? Jancsikám, látásod úgy is megrémített, hagyd el az Istenért az ilyen beszédet. Utolszor láttak én szívem szép tavasza, utolszor szoltítem furulján panasza, utolszor ölellek, utolszor csókolok, örökre állok, örökre jöttem. Most a boldogtalan mindent elbeszélek, ráborult zokogó kedvese kedvére, ráborult, öleltek, lelképpel elfordult, ne lássa a lány, hogy csúszni kicsordult. Most hát szép iluskám, most hát édes rózsám. Az Isten áldjon már, gondol néha rám. Ha látsz száraz kórot, szélvésztől kergetve, bújdosó szeretőt jusson majd az ember. Most hát más életre, a jó Isten legyen minden lékéseddel. Ha látsz tört virágot, út középre vetve, hervadó szeretőt jusson majd eszedbe. Elváltak egymástól, mint táktól a levél, mindkettőjük szívelet puszta hideg tél. Könnyeit Iluska hullott a nagy számmal, Jancsi letörölte inge bő ujjával. Indult, nem nézte egy szemmel sem hol az út, neki úgyis mindegy volt, akárhova jut. Fütyörésztek pasztor gyermekek mellette, kalompoltak ujja, ő észre sem vette. A falu messzire volt már háta mege, nem látta lobogni a pasztor tüzeket. Mikor utoljára megállt, s visszanézett, a torony bámult rá, mint sötét kísértet. Ha ekkor mellette lett volna valaki, hallotta volna őt nagyot sóhajtani. Bükről a gyógyvíz. Répce Szentgyörgyről a Szentgyörgyi horvát család emlékezete már megyei érték, ahogy a tömördi madár várta is. És most újabb elemmel bővült az értéktár térségünkből, az acsádi Márk Rozáriummal. A Vasvár megyei értéktár bizottságot 2013-ban hozta létre a Vármegyei Önkormányzat. A testület feladata a települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítése. Ez a munka érkezett újabb állomásához március 20-án, amikor átadták a Vasvár megyei érték címet tanúsító okleveleket. 37 értékbirtokost köszöntöttek. Adáskörzetünkből mezőgazdasági érték kategóriában az acsádi rózsagyűjteményt. Márk Rozárium. Felterjesztők és az oklevelet átveszi a Márk Rózsa Barátok Egyesület nevében Pócs Margit elnök. Már 129 kincset számlál a Vasi Értéktár. Az értékbirtokosokat a vasmegyeiértéktár.hu internetes oldalon lehet böngészni és megismerni. Nem kevesebb, mint 22 koszorú került a Büki 48-as emlékműre március 15-én. Az ünnepség szerepel a márciusi Büki újság címlapján. A lapban pedig közéleti témák, intézményi beszámolók, sport és programajánló szerepel ezúttal is. Lapszemlét hoztunk nézőinknek. Virágba borult a Szent Kelemen templom parkja, impozáns tavaszi hátteret adott a nemzeti ünnephez, amelyről a márciusi Büki újság első és második oldalán találunk beszámolót. A harmadik oldal is 1848-ról szól, méghozzá települési időutazást találnak az olvasók. Ünnep volt a vízvilág napja is márciusban, arról a negyedik oldalon olvashatunk. Az országban jellemzően a nagyvárosok körüli agglomerációk
agglomerációs települések mutatnak népességnövekedést. Kivételt jelent Bükk, amely nem nagyváros közelsége, hanem saját ereje nyomán bővül ütemesen, lakosságszámban is. Erről is találunk cikket a Bükki Újság legfrissebb számában. 70 éves lett Csodaország, az első ünnepi alkalomról tudósít a márciusi városi lap. Turizmus többszörösen is téma az idei harmadik lapszámban, például a fürdő aktualitásaival. A bükki katolikus, valamint az evangélikus közösség beszámolóit is olvashatjuk, ahogy sporttudósítások is helyet kaptak a lapban, kézilabda elismerés és foci beszámolók. Programajánlókat is találnak az olvasók a nagypéntekre megjelent márciusi bükki újságban. A Csepreg volt a Bükki TK ellenfele a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 20. fordulójában. Sok-sok helyzetből nem váltottak egyet sem találatra a házigazdák. A vendégek a 39. percben szereztek gólt, így lett 0-1 a végeredmény. Gyűltek az esőfelhők a bükki futballpálya felett. A nyarat idéző időjárás szelesre, aztán esősre fordult, mire megkezdődött a Bükk-Csepreg rangadó a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 20. fordulójában. Az első félidő hajrájában a 39. percben esett gól a Bükki TK csepregi esett találkozón. A vendégek szereztek vezetést, és mint a következőkben kiderült, nem is hozott több találatot a meccs. Hiába diktálták az iramot a bükkiek a teljes második félidőben, és hiába dolgoztak ki számos helyzetet, egyiket sem sikerült gólra váltani, ahogy a tavaszi fordulók során még egy támadást sem sikerült találattal befejezniük. Szívósan támadtak a bükkiek, közeli és távolabbi próbálkozásokat is láthatott az ezúttal is nagyszámú közönség. Sok esetben csak egy kis szerencse hiányzott volna az X-hez, illetve a játékképe alapján akár a szezon második bükki győzelméhez. A Csepregtől elszenvedett vereség a 17. a 2023-24-es sorozatban. A tabellán változatlanul 5 ponttal sereghajtó a Bükk. A Csepreg újabb 3 pontjával 26 pontos, 20 forduló után a 9. a 16 csapatos megye 1-es tabellán. A húsvéti hétvégén 2 fordulóval folytatódnak a Vasvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. A Bükk Nádasdon játszik és a Rába Pacs csapatát fogadja. A Csepreg a Celdömölk együttesével meccsel hazai pályán, és a lista vezető Szombathelyi Haladásnál vizitál. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Közéleti magazinba. Új összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!